két drón segítségével próbált meg Ukrajna támadást végrehajtani a Kreml ellen szerda hajnalban. Állítják az oroszok, akik a meghiúsított támadást az elnök elleni merényletként értékelik. Az ukránok nem ismerték el a támadás tényét. A helyzetet Kaiser Ferenccel elemezzük. Akit úgy kérdezek, mint aki biztosan tudja, ukrán támadás volt? Jó estét kívánok! Nem valószínű. Ha nem, akkor ez orosz belső ellenállás? Hát egyfajta partizán mozgalom? Az sem valószínű. A legtöbb szakértő azt mondja, ez úgynevezett hamis zászlós művelet volt, tehát véletlenül ezt az oroszok követték el saját magukkal szemben. Egy-két napon belül okosabbak leszünk. Ugye, ha lesz valami komoly bejelentés, tehát egy újabb mozgósítás, mondjuk még pár százezer ember, vagy az ukrajnai kritikus infrastruktúra újabb elemeit kezdik támadni, akkor valószínűleg ez a támadás annak a megideologizálása miatt következik. Na de hát Putyinnak eddig sem volt szüksége arra, hogy neki valamiféle magyarázatot kelljen adnia. Eddig is támadták a kritikus infrastruktúrát, lőtték Kijevet a háború kezdetén szinte naponta. Tehát, hogy a kritikus infrastruktúra elleni támadások igazából a Kercsi szorosban lévő híd, tehát ugye a Krímbe, Oroszországból átmenő híd elleni támadás után indultak meg, ami a mai napig vitatárgya, hogy ki követte el azt a támadást, egyáltalán nem biztos ott sem, hogy az ukránok voltak. Mondjuk ott valószínűbb, hogy az ukránok voltak, itt fizikai képtelenség, hogy az ukránok egyszerűen nem tudnak odáig egy ilyen drónnal eljutni? Ez egy úgynevezett Alibaba drón, tehát a videófelvételek alapján, ez egy nagyon, ez az interneten kb. 10-12 ezer dollárért ekkora méretben, hogy egy 2-3 kilónyi robbanószerkezetet tud vinni, megvásárolható. Ezért nevezik Alibaba drónnak, ezek ilyen kínai kvadrokopterek, pár tucat kilométer a hatótávolsága. Tehát Ukrajna legközelebbi pontja is légvonalban is, vagy 400 kilométerre van a Kremltől. Tehát fizikai képtelenség, az még kevésbé valószínű, hogy ukrán különleges erők, vagy ukrán szabotőrök bejutottak volna Moszkvába, ott összeszerelnek feltűnés nélkül egy drónt, fölmennek egy háztetőre, ugye folyamatosan figyelik a Krem térségét, plusz a Krem körül speciális zavaró berendezések vannak, tehát ott abban a térségben, a Vörös tér környékén is, a drónoknak a vezérlőrendszerét is bénítják, tehát valószínűbb, hogy maguk az oroszok követték el ezt a támadást. Ráadásul Putyin ott sem volt, tehát ő a Novogárovói rezidenciájában, dácsájában volt. Valószínűleg nem véletlenül. Valószínűleg nem véletlen, hogy pont akkor nem volt ott. Viszont mind a két oldal számára, bár lehet, hogy ez egy buta kérdés, mind a két oldal számára lelkesítő lehet az, ami történik. Most a lelkesülést azt azért a helyén kezeljük, tehát az ukránok érezhetik úgy, hogy nem sérthetetlen Putyin sem, na ugye történik a Kreml fölött is valami, lehet, hogy elhiszik, hogy ők maguk követték el, mikor az ukrán kommunikáció hallgat is erről. Az oroszok pedig azt látják ebben, hogy már ott tartanak az ukránok, hogy Moszkvát veszélyeztetik, tehát na ugye, menni kell. Nehéz megmondani ennek a hatásait. Mondom, azt kell megvárni, hogy egy-két napon belül lesz-e nagyobb bejelentése az oroszoknak. Bejelentés lesz, vagy támadás? Valószínűleg a kettő együtt. Tehát, hogy lesz valami, amit majd meg is ideologizálnak ezzel a támadással. Akkor sokkal bölcsebbek leszünk. Ha nem történik semmi nagy bejelentés, kizártnak tartom, akkor lehet, hogy az ukránok voltak, de egész egyszerűen ezt fizikailag Ukrajnában nagyon nehéz megoldani. Azt is látni kell, hogy onnantól kezdve, ugye gondolom többen emlékeznek rá, amikor a híres hírhedt orosz geopolitikusnak a lányát, ugye Alexander Dugin lányát felrobbantották, onnantól kezdve az orosz belbiztonsági szolgálatok sokkal jobban figyelnek mindenkire, akinek minimális ellenzéki vagy ukrán kötődése lehet. Tehát egy ilyen műveletet több tucat embernek kellett megszervezni. Én elfogadom, mert logikus, nagyon nehéz megoldani. Hogy önnek abban igaza van, hogy ez a hamis zászlós hadművelet volt, aminek egy elemét itt láttuk. Akkor azért az úgy zajlik, hogy megvan az eleje, ez a robbanás, és megvan a vége, tehát pontosan tudják az oroszok, hogy mi a következő lépésük, hiszen az egészet végig tervezték. Ön valami elsöprő erejű válaszra vár? Ismerve az orosz logikát? Valószínűleg az egyik legvalószínűbb forgatókönyv, amit nagyon sok szakértő ennek kapcsán meglebegtetett, hogy 3-400 ember azonnali mozgósítását erre hívta. 400 ezer? Így van. Az orosz elnök elrendelheti.
vagy pedig Ukrajna belül újabb célpontokat, például az ivóvízellátás, meg már a kritikus infrastruktúrának olyan elemeit kezdik támadni, amit eddig nem. Tehát az elektromos energiarendszer mellett másra is kiterjeszthetik az oroszok a támadásokat. Az ukrán ellentámadás, amit az egész világ a rengeteg hír alapján nyilván figyelemmel kísér és vár, mert hogy valami majd történik, elindult? Tulajdonképpen igen. Még 2022. augusztus végén kezdték támadni a lőszerlerakatokat, meg az üzemanyaglerakatot az ukránok. Ugye ezek a támadások vezették fel aztán ugye szeptemberben a Harkiv környéki ellentámadás, és hasonlóak előzték meg novemberben, október végén, novemberben a herszoni orosz hídfő elleni támadást. Tehát ugye az, hogy a Krímben egy óriási üzemanyagdepót vélhetőleg ukrán dróntámadásért, az már lehet ennek az előjele. Ugye a vasútvonalak elleni ukrán szabotázs akciók, az orosz stratégiai szállítás, a logisztika vasút alapú, valószínűleg szintén egy esetleges ukrán támadást készítenek elő azzal, hogy az orosz csapatok ellátását akadályozzák, megnehezítik. Kaiser Ferenc, köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget.